Nem egyeztek az elképzelések a két oldal között az első fordulóban arról, mit is kéne tartalmaznia a 2020 évi költségvetésnek. A második fordulóra közeledtek az álláspontok, ennek megfelelően ellenszavazat nélkül fogadták el az idei pénzügyi tervet. Annyiban változott az elfogadotthoz képest, hogy részletes tájékoztatást kaptunk némi állami támogatás kiegészítésről, ami elsősorban a közös önkormányzati hivatalt érintette, illetve az első fordulós tárgyalás óta meghozott önkormányzati döntéseket tettük úgymond helyére a költségvetésen belül. Ez összességében mintegy 10 millió forinttal emelte a költségvetésnek az első fordulóhoz képest a főösszegét, és így mintegy 1,7 milliárdos költségvetést fogadott el egyhangulag a képviselőtestület az elmúlt ülésén. Ez a költségvetés az elmúlt évek elveinek megfelelően a kiszámíthatóságra, az átláthatóságra épül, illetve arra, hogy a kötelező feladatokat maradéktalanul magas színvonalon tudja elvégezni majd a város 2020-as esztendőben. Markáns eleme a költségvetésnek bevételi oldalon az állami támogatás, hiszen ez mintegy 490 millió forintot fog jelenteni, de nagyon fontos, hogy a helyi adók tekintetében beszedjük az előirányzott bevételeket, ami gyakorlatilag mintegy 330-340 millió forintot fognak jelenteni, úgyhogy nem emeltünk 2020-ra vonatkozóan sem az adóknak a mértékén, egy kicsit jobb helyzetben vannak elsősorban az iparűzési adó, város iparűzési adó bevétele szempontjából a vállalkozások. A TET-től kapunk mintegy 80 millió forintot, és ez nagyon fontos eleme a költségvetésnek, és hát áthozunk mintegy 510 millió forintot 2019-re, amelynek a nagyobb része természetesen pályázatokhoz kötődik, amelyek 2020-ban fognak megvalósulni. Mindenki áttekintette a költségvetést, és megnézte, hogy mik a realitások. Egyrészt mik a realitások bevételi oldalon, illetve mik a realitások kiadási oldalon. Azzal egyetértettünk, hogy a dolgozóinkat meg kell tartani, és amennyiben lehet, bérfejlesztést kell végrehajtani. Ez 2020-ban is meg fog történni. Egyrészt kötelező jelleggel, másrészt az önkormányzat részéről mintegy 4%-os bértömeg növekedéssel. Ebben nem volt vita. Abban is egyetértettünk, hogy a kötelező feladatokhoz a dologi kiadásokat hozzá kell rendelni, hiszen működnie kell legalább olyan színvonalon az intézményrendszernek, mint ahogy 2019-ben. A szociális területen volt konzultáció, szabad így fogalmazni, és elfogadva azt az érvet, amit a Szociális Bizottság elnöke felhozott, még céltartalékot különítettünk el, így 3 millió forinttal a költségvetésben szerepel, de egyébként 26,6 millió forint van előirányozva a szociális segélyezésre. Idősellátásra, egészségügyre is megvannak a megfelelő források. Városfejlesztés, városüzemeltetés tekintetében meg hát folytatni kell a kijelölt utat, és abban viszont egyetértettünk, hogy ebben az esztendőben a prioritás az intézményeink műszaki állapotának a megőrzése és javítása. Erre fogunk jelentős összegeket költeni, erre fókuszálunk. Lehet, hogy nem fogunk egyetérteni az elkövetkezendő időszakban bizonyos kérdésekben, mondta Bozsadik Róbert. De a város egészét érintő ügyekben nincs véleménykülönbség közöttünk. Így a városfejlesztés területét érintően sem. A képviselőtestület el is fogadta a 2020-24 évre vonatkozó cselekvési programját is. Ebben a cselekvési programban is több elem szól városüzemeltetésről, városfejlesztésről, illetve már ez a cselekvési program is megjeleníti, hogy mik lennének azok a prioritások, amelyekben közös együttműködés kell. Ezeket is próbáljuk majd előkészíteni már itt a 2020-as esztendőben, hiszen tanulmányterveket próbálunk készíteni közösségi művelődési tér megvalósítására, idősek napközi otthonának megvalósítására, de koncepcióban gondolkodunk a város parkolási helyzetének javításán is. Tehát próbálunk előre gondolkodni úgy, hogy a mai döntés adott esetben mondjuk 24-ben milyen hatása lehet majd a településre.